Üdvözöllek itt Újai Szabolcs Zoárd. Ebben a videóban a herpes természetes megelőzési módjairól, illetve gyors elmulasztásáról lesz szó. Az emberek 40%-ának rendszeresen van herpesze. Ha valaha volt herpesze valakinek, tudja, hogy ez fájdalmas, fertőző és rossz hatással van a közérzetünkre is. A herpesze egy vírus, tehát antibiotikumokkal nem lehet kezelni, és átlagos lefutási ideje 10 nap körül van, de a gyógyulást, a regenerálódást felgyorsíthatjuk természetes készítményekkel. Illetve sokat tehetünk azért is, hogy egyáltalán ne újuljon ki újra. Ha herpeszünk van, érdemes odafigyelni arra, hogy ne fertőzzünk meg másokat a családban és a munkahelyen, például ne hagyjuk a poharat, amiből ittunk, elmosatlanul, illetve célszerű a testi érintkezést is ugye kerülni. Először nézzünk meg 4 fontos életmódbeli változtatást, amelyek segítségével jelentős mértékben csökkenthető a herpesz kiújulásának az esélye, hogy ne is kelljen arról beszélnünk, hogy hogyan szabaduljunk meg tőle, majd utána megnézzünk 3 olyan természetes szert, amelyek a gyógyulást tudják felgyorsítani, akkor, ha már a herpesz megjelent az ajkakon. Ha az első és talán legfontosabb lépés, hogy a vírus ne újuljon ki újra és újra, az az immunrendszer tudatos megerősítése. Egy gyenge immunrendszer nem tud megküzdeni a vírusokkal, minél gyengébb az immunrendszered, annál gyakrabban fog megjelenni a herpesz is. Ezért fontos, hogy zárd ki az immunrendszeredet gyengítő ételeket a táplálkozásodból, mint amilyenek a cukortartalmú modern ételek és italok, a gabonafélékből készült ételek, a tartósítószereket és színezőanyagokat tartalmazó ételeket, vagy a silány minőségű szennyezett húsokat. És helyettük egyél minél több élő ételt, olyan ételt, amely a lehető legközelebb áll ahhoz az állapotához, ahogyan az anyatermészet ugye megteremtette. Zöld színű zöldségeket, bogyós gyümölcsöket, jó minőségű fehérjéket, például marhahúst, bárányhúst, jó minőségű zsírsavakat, zsírféléket, magvakat, kókuszolajat, olívaolajat és jó minőségű rostokat. Az immunrendszert erősítik a gyógygombák is, mint amilyen a shiitake, a ganoderma vagy a cordyceps gyógygomba, illetve sokat segítenek az immunerősítésben a magas vitamin és tápanyag tartalmú szuperélelmiszerek is. Ezek között talán a legfontosabbak a spirulina és klorella algák, a méhpempő, a virágpor, a búzafű, a goibogyó, a mangosztán, a csiamag, a brokkoli és a zöldszínű zöldségeknek a többsége. Tehát az első és legfontosabb lépés megerősíteni az immunrendszeredet, mert ezzel csökkentheted le hosszú távon leginkább a herpesz kiújulásának a lehetőségét. A második teendő a herpesz kiújulásának megelőzésére az a stressz csökkentése. Ha gyakran volt herpeszed, biztos megfigyelted már, hogy hirtelen érzelmi változások, illetve stressz hatására jön ki ugye leggyakrabban. Ha fáradtak, kimerültek vagyunk, ha nem alszunk eleget, az is fokozza a stresszt és növeli a herpesz kiújulásának valószínűségét, illetve a túl sok napfény is. Ettől függetlenül ugye valamennyi napfényre szükségünk van, mert a napsugarak tudják leginkább megnövelni a D-vitamin szintjét a szervezetünkben. Tehát a második lépés a stressz, főként az érzelmi stressz csökkentése az életünkben. A harmadik okozója a herpesznek az a hormonok mennyiségének gyors változása, fluktuációja, tehát a harmadik lépés ahhoz, hogy egyáltalán ne jelenjen meg a herpesz, az a hormonrendszernek a rendbetétele. A hormonrendszert főként a jó minőségű zsírok, zsírsavak elegendő fogyasztásával lehet kiegyensúlyozni, erről készítettem korábban több videót is, keres rá a YouTube-on. Jót tesz a hormonrendszernek még a méhpempő, az asvaganda, a rózsagyökér, a tulsi, a golybogyó, amit inkább gyümölcslé formában érdemes fogyasztani hormon problémák esetén, és nem a szárított bogyót enni.
A negyedik, amivel segítheted a szervezetedet a herpesz ellen, az 4 fontos mikrotápanyag, amelyeket érdemes külön pótolni, szedni, odafigyelni a szintükre a testedben. Ez a lizin, az E-vitamin, a cink és a C-vitamin. A vitamin készítményekből inkább a jobb minőségűeket érdemes választani, melyek általában ugye drágábbak, viszont cserébe nagyobb mennyiségű és jobban hasznosuló vitamin adagot tudunk biztosítani a szervezetünknek. A C-vitamint inkább természetes forrásból pótold, mert a mesterséges C-vitamin készítmények többsége csak aszkorbinsavat tartalmaz, mely anyag ugye csak a C-vitaminnek egy része, és elenyésző pozitív hatást gyakorol az egészségünkre. Nagyon jó C-vitamin forrás például a homoktövis, amit gyümölcslé formában lehet fogyasztani, de ott van a ribizli, az egres és más bogyós gyümölcsök is. Ebből a 4 mikrotápanyagból a lizint emelném még ki. A lizin egy aminosav, amit kapszula formában lehet pótolni, gyógynövény és egészségboltokban, webáruházakban találsz belőle. A lizin azért működik, mert a herpes vírus arginin aminosavat használ a sokszorozódásához, viszont a lizin csökkenteni tudja az arginin azon képességét, hogy a herpes vírus számára szükséges fehérjéket ugye szintetizálja. Érdemes lizin kapszulát például 2 naponta rendszeresen szedned, evés közben, ha tudod, hogy gyakran jön ki a herpeszed, illetve amikor érzed, hogy kiújulna, akkor azonnal vegyél be belőle 2-3 óránként akár 1-2 kapszulát is egyszerre bővízzel. Ezzel a módszerrel egy erős lökést adsz az immunrendszerednek, hogy a herpeszt még a kiújulás előtt le tudja gyengíteni, tehát hogy megakadályozza abban, hogy megjelenjen az ajkadon. Most pedig nézzünk meg 3 olyan helyileg alkalmazható természetes szert, amelyekkel gyorsan megszabadulhatsz a herpesztől, de fogyaszthatod őket akár megelőzési célból is. Az első szer, ami nagyon jó herpeszre, az a propolis csepp, vagy ugye tinktúra. Csepegtes a cseppekből 1-2 cseppet, vagy vidd fel egy fülpiszkálóval a herpeszes felületre, és hagyd rajta állni, megszáradni. Ezt megismételheted akár 2-3 óránként is. A propolisszal akár 1 nap alatt is le tudod szárítani a herpeszt, és akár fele annyi idő alatt regenerálódni tud a seb, mint például a hagyományos herpesz kenőcsökkel. A második kiváló herpesz elleni szer az 2 illóolaj, a szegfűszeg és a teafa. Hasonlóan a propoliszhoz ezeket is vidd fel a herpeszes felületre, és hagyd megszáradni, és ugyanúgy naponta többször is alkalmazhatod őket. Készíthetsz akár egy keveréket és propolis cseppekből, illetve szegfűszeg és teafa illóolajokból. A harmadik és egyben utolsó szer, amit külsőleg bevethetünk a herpesz ellen, az az aloe vera. Az aloe verát gél vagy ital formájában lehet ugye kapni, fel lehet vinni a herpeszes felületre is, lehet vele öblögetni, és ezzel fertőtleníteni a szánkat, illetve le is lehet nyelni. Az aloe vera készítményekből, italokból azt javaslom, hogy a 100%-osokat választ, tehát ami csak aloe verát tartalmaz, és inkább a magasabb árfekvésűeket, mert azon általában több a hatóanyag tartalom. Gyógynövény és egészségboltokban, webáruházakban találsz aloe vera tartalmú krémeket, géleket és spray kiszerelésű kozmetikumokat is. És ide kapcsolódik még talán az is, hogy a herpesz lefolyása után mindig ugye cseréljünk fogkefét, illetve eleve célszerű olyan fogkrémeket használni, amelyek tartalmazzák a felsorolt hatóanyagokat, tehát például propolis, szegfűszeg, teafa vagy aloe vera tartalmú fogkrém. Érdemes a lelki okokat is felkutatni, főként ha gyakran jelentkezik a herpesz. A herpesz elsősorban az érzékiség körüli konfliktusokat tükrözi, az ajkak felduzzadnak idézőjelben a túláradó érzékiségtől, a be nem vallott vágyaktól. Sokszor a herpesz az undorérzet miatt is jelentkezik. A megoldás az, ha a belsőnkben rejlő félelmetes dolgokat hagyjuk fokozatosan feltörni, és ismerjük meg, valljuk meg magunknak sötét vágyainkat, és hagyjuk kivirágozni érzékiségünket. Mondjuk ki a kimondhatatlan dolgokat. Remélem, hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni ezzel a problémával kapcsolatban. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, és ha értesülni szeretnél a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a YouTube csatornára, ha még nem tetted meg. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a herpesz vírusról volt szó. Jó egészséget kívánok neked, és köszönöm a figyelmed!